Köszöntöm nézőinket a Pécsi Országos Színházi Találkozó 8. napján. Vége felé ér lassan a fesztivál. Beszélgetni fogunk egy új díjról. Itt van Mihály Győző, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az újonnan megválasztott elnöke, és ő fog arról mesélni, hogy mi is ez a díj. Itt lesz velünk Lukács Sándor, aki az Álomkommandó egyik főszerepét alakítja, illetve Novák János is a vendégem lesz, aki a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház igazgatója, és a Kolibri jelenlétéről beszél az OFF programokban. Szervusz, Győző! Szervusz! Üdvözlöm a nézőket! Rutinos posztoló vagy, voltál már zsűritag is, nagyon gyakori vendég is vagy, tehát hogy te szeretted ezt a fesztivált. Milyen az idei? Hogy érzed magad itt most? Ugye most munkaködből is itt vagy. Igen, most munkaködből is itt kell lennem. Másként nézel egy kicsit. Fantasztik, de nem. Én imádom. Mi a jó benne? Az a legjobb benne, hogy magam mögött hagyom Budapestet. Tehát az, hogy itt, ha elérnek, akkor nem érek rá, nem tudok menni. Tehát ez egy... És csak a színház van. Tehát ezt én imádom, amikor zsűritag voltam, kétszer voltam színész zsűritag, nagy zsűritag még nem voltam, de akkor volt, hogy délután, este és éjszaka is volt egy. Míg a jelenetek volt ott kint valahol a Földi Robert rendezésében, az volt éjjel, és akkor egy kicsit, az az egy nap volt sok, de azt egyik az előadásban, másikban is, és jobbnál jobb előadásokat látok, nagyon szeretem, és hát a város is gyönyörű, kollégákkal találkozom, általam szeretett, tisztelt emberekkel, úgyhogy nagyon meg. Van időd arra, hogy off programokat is nézzél, vagy a versenyprogramra koncentrálsz? Versenyprogramra, de én nem tudom, annyi energiám nincs. Tehát, te és most más... Felolvasó színpadot látom, hogy jár a szakmai beszélgetésre, tehát azért olyan, ezt úgy szóltam, hogy lángszám. Tehát azért egyrészt a koromból kifolyó, hogy én fajta ember koromból? Vagyok. Jó, az enyémből, igen. Figyelj, és most, hogy ugye dolgozol, hiszen egy díjat fogtok átadni. Igen. Most mi, hogyan? Először beszéljünk arról, hogy mi ez a díj. Kérlek szépen. A Színházi Dolgozók Szakszervezete megválasztott engem elnökének akkor, április végén. És akkor szinte ugye jött, hogy lesz a poszt, nagyon hamar fölmerült az elnökségi tagokban, akikkel beszéltem, bennem is, hogy miért nincs a szakszervezet is jelen, hiszen a színházi dolgozók, tehát a műszaki részen, a háttérdolgozók is szervezve van, és nagyon komoly színész gárdája van, tehát nagyon komoly szakszervezeti tagsága van, jelentős művészekből a szakszervezetnek. Miért nincs itt a jelen, a maszk jelen van, a színosz miért nincs jelen? Miért van ez? Várjál, tisztázzuk, hogy a nézők nem biztos, hogy tudják, mi ez a maszk. Az a Magyar Színész Kamara Egyesület, tehát ott a színész tagok vannak, a Színházi Dolgozók Szakszervezete, a szakszervezeti tömörülés, pártatlan, tehát egyik pártos sem tartozik. Tehát a színészek mellett ott a háttérben dolgozók. Műszaki és a háttér személyzet gazdasági és egyáltalán a műhelyeknek a dolgozói is tagjai lehetnek. És akkor ez fölmerült, és megbeszéltem a MASZK, a Színházi Társasággal, illetve a Teátrumi Társasággal, mit szólnának, hiszen ők szervezik ezt a dolgot, és mondták, hogy persze, hogy ne. Akkor fölmerült az, hogy el kellene nevezni ezt a díjat, és akkor fölmerült Básti Lajosnak a neve, képzeld el. Ő volt Színházi Dolgok Elnökségének alelnöke volt, nem volt elnöke, de alelnöke volt, tehát adta a nevét, és ment és minisztérium és tárgyalt, tehát nagyon-nagyon komoly pár évig. Fölhívtam Básti Julit, és ő nagyon örült neki. Ő nagyon örült, hogy az édesapja a nevével alapítanánk egy díjat, és ugyanúgy színész díj lesz. Tehát színész egy Császár Angyala, ő elnökségi tag, ő válogatott a poszton, ő néz előadásokat, aki elnökségi tagból itt van, ő is néz, és az, a Pécsi Színház alapszervezete is adhat egy szavazatot. Összegezzük, és akkor így. Tehát akkor végül is hányan döntöttök erről a díjról? 2, 4, 5-en mondjuk, 5 ember. És annak, aki a díjat kapja, annak szakszervezeti tagnak kell lennie, vagy nincs ilyen kritérium? Felvetődött ez is, de azért ez egy szakmai díj. Tehát mondom, hogy ugyanúgy nem a szakszervezeti tagságot díjazzuk, hanem az, hogy valaki elképesztő jó színész. És itt aztán millió nagyon szép alakítás született. Tehát nem kizáró ok, azt mondom, hogyha valaki szakszervezeti tag, akkor az nem kizáró ok. És az nem merült fel bennetek, hogy ha már a szakszervezet ad egy díjat, akkor ne csak színész kaphassa, hanem ugye méltatlanul elfelejtkezünk azokról, hogy mennyire fontosak, akik a háttérben dolgoznak. Hogy ennek az ötlete nem fogalmazódott meg? Nem fogalmazódott meg, ez egy nagyon okos észrevétel. Az a lényeg, hogy úgy alapítottuk meg, hogy egy ember kaphatja, illetve ha nem tudunk megegyezni, akkor megosztva is kaphatják. És ez egy nagyon, a jövőben ez biztos, hogy elnökségi ülés elé kell vinni, én egyedül ebben nem dönthetek, tehát megszavazzuk. Igen, biztos, hogy ilyen is lehet, hogy méltánytalanul nem
megkapnak azok az emberek, akik komoly munkát végeznek a háttérben. És akkor most visszatérek a sokkal előbbi kérdésemre, hogy akkor most másként ülsz a nézőtérre nyilván? Vagy... Hát nagyon kihúzom magam. Tehát de nem úgy, hanem amikor nézed az előadást, akkor árgus szemekkel figyeled az alakításokat? Vagy nagyon, ugyanúgy valaki, tudsz nézőt lenni? Jó, akkor úgy közben, hogy azért őt meg kell, őt föl kell írni, ő azért lehet, hogy ő neki oda lehetne adni a díjat. Hogy ne? Tehát közben konstatálom, és otthoni jegyzeteket készítek. Tehát megvan a formány, mert ezt elfelejt, hogy 9-10 nappal ezelőtt pontosan. Ja, az nagyon tetszett. Ez akkor nagyon megütötte, hogy halványul az emlék elevenítve. Mondjuk. Igen. És most ugye még van néhány versenyelőadás, talán négy van hátra? Négy. Van már jelölted? Van tipp? Hát nem kérem név szerint, csak van. Nem. Tehát, hogy van most szíved csücske? Vagy nehéz lenne most még hát egyet nehéz. Megjelölni? Mert sok jó van. Szóval itt mindig az volt a baj, hogy ide jönnek elképesztő jó előadások, tehát akárki válogat, lehet ezt mondani, hogy ilyen szempontból, olyan szempontból, hát miért nincs, ő miért nincs, minden be lehet kötni, de mindig kiválóak. Tehát az ember beül, elindul valami, és nagyon ritka az olyan, amikor azt mondod, hogy hát azért ez miért? Nagyon ritka volt az évek során. Tehát itt is a bőség zavarával küzdünk, hát rengeteg van, rengeteg. Fiatalok között is. Idősebb korosztályban is, hát nagyon jó alakítások vannak. Akkor megtudjuk mindannyian június 14-én este, hogy ki kapja az első Básti Lajos díjat. Jöjjenek el a gálára és nézzék meg személyesen a díjazottat. Szeretettel. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Novák János, a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház igazgatója és főszervezője a 7. alkalommal megrendezett kaposvári Asszisztens Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálénak. A Biennálé múlt hónapban ért véget Kaposváron, úgyhogy talán a pécsiek is eljutottak erre. Viszont itt volt két előadás is, ami díjat nyert ezen a fesztiválon, Üveghely díjat nyert. Az egyik a Semmi, a Bábszínház előadása, a másik a Csengő, ami a Kolibrinek az előadása volt. Milyen volt, csak röviden az, hogy milyen volt, hogy sikerült ez az idei fesztivál, és milyenek ezek a nyertes előadások? Biennálé, mindig az ember úgy érzi, hogy már a jobb nem lehet, és kiderült, hogy ez a 7. volt mégis a legjobb az összes eddigi között. Támogatás is nagyon sok helyről érkezett. A városi jelenlét is értékes, nagyon jó produkciókkal, tehát végig az utcákon, a kirakatokba betelepültek előadások, folyamatosan élet volt, és hát talán a legnagyobb választék volt, tehát majdnem 50 előadás ment le 5 nap alatt, ami azért elég szép teljesítmény, és köztük hát azt, annak lehetett örülni, hogy komoly műhelyek nagyon jó előadásokkal vettek részt ezen a fesztiválon. Az Üveghegy díjak pedig hát a mi nagy díjaink vagy fődíjaink, ezeket a zsűri bölcsessége úgy osztotta, hogy több előadást is díjazott a Budapest Bábszínházban és többet nálunk. Ezekből 2 sikerült így a záróra utáni 5 percben helyet találni és elhozni ide a posztra. Úgy gondolom mind a 2 nagyon érdekes volt. A Semmi a Janet Ellennek egy kult darabja, tehát a kamaszok rongyá olvassák most ezt a könyvet, és ez a pesti előadásnak is óriási sikere van. Fiatalok készítették egy nagyon friss produkció, amiben a bábjátszásnak is fontos szerepe van, a Quimby zenének épp annyira, és egy nagyon-nagyon érdekes szöveg. Itt is azt lehetett látni, hogy a kiskamaszok sorba álltak, mert ez egy annyira aktuális jó dolog. A másik egy vadonatúj újdonság, a Csöngő, ami a Kolibri Színházban volt egy kamaszoknak szóló drámapályázat, ahol fiatal szerzőket kértünk, hogy írjanak, és 3 első helyezett lett. Tavaly bemutattuk az egyiket, a Dilitet, azt a Vidovszky Gyuri rendezte. A második ilyen fődíjasunk volt a Csöngő, amit Kismárton írt, és ő is rendezett meg, és most ezt színházigazgatóként mondom, hogy az ember ritkán érzi, hogy valami nagyon értékes dolog akad a kezébe, és amikor a végső szövegét olvastam a drámának, akkor éreztem, hogy ez valami nagyon jelentős, egy nagyon fontos állomás lesz a Kolibri Színház életében, és az előadás még rendezőként is hozzátett, tehát egy nagyon letisztult, nagyon szép dolog. Ez most indul el a pályáján, tehát nagyon örülünk, hogy komoly szakmai emberek meg tudták ezt nézni. Én azt gondolom, hogy ezelőtt az előadás és ezelőtt a szerző előtt, mint rendező előtt is nagyon komoly, nagyon nagy pálya várható. Ez a darab minden esetre egy zseniális, nagyon szép alkotás. Irányításod mellett a Kolibri Színház úttörő szerepet vállalt abban, hogy a fiatalokat megszólítsa, behívja a színházba, illetve hogy a színházzal neveljen. Most itt van egy színházi nevelési program 6 napon át, aminek az utolsó napját
tartjuk, és hamarosan te is prezentálsz. Hogy éled azt meg, hogy végre egy komoly szakmai fórumon is itt van, jelen van, mások is foglalkoznak vele most már? Jó, én tudom, hogy kérdezni akarsz. Én komoly szakmai fórumnak gondoltam a Kaposvári Biennálét is, és hát az összes olyan fórumot, ahol ezzel eddig foglalkoztunk. De ez egy másfajta fesztivál. De azt, hogy a poszton is megjelent, ez mindenképpen egy előrelépés, egy szakmát szembesít azzal, hogy itt egy milyen széles körben mennyi tehetséges dolog történik. Tehát azt gondolom, hogy ha másik oldalról nézem a saját szubjektív szögömből, sok olyan újdonságot kezdtünk el a Kolibri Színházban, ami termőre fordult. Tehát a Csecsemő Színház ma már országszerte elterjedt, a bábszínházak körében annyira népszerű ez az előadásforma. Először ifjúsági színházi előadásokat is tulajdonképpen közszínházban mi csináltunk, nagyon komoly repertoárunk van, és rögtön a kezdetektől volt hozzá nevelési program, tehát ennek a szakmaiságon állunk kontrollált, előadásról előadásról újra végig gondolt, de az Osztályterem Színház is egy olyan újdonság volt, amit tulajdonképpen először mi próbáltunk ki, egy német gyerekszínházi nap ürügyén be akartam mutatni, hogy milyen az, amikor tényleg egy olyan darab születik, aminek az igazi helyszíne az osztályterem, nem csak oda mennek színészek valamit csinálni. És ma már azt lehet látni, hogy ezeknek önálló fesztiváljai vannak, kitűnő előadói, tehát termőre fordult sok-sok olyan kezdeményezés, ami elindult nálunk. Ezt nagy boldogság látni a sok tehetséges fiatalt, önálló gondolatokkal, önálló célokkal, és a rengeteg érdeklődött, mert az egyik fele a társaságnak, aki ki előad, a másik fele mondjuk harmada az a szakma, aki talán először lát ilyen előadásokat, és a harmadik az a sok fiatal, aki jegyzetel, és látszik, hogy készül, akár egyetemi dolgozathoz, akár lehet, hogy a pályáját szeretné ezen az úton folytatni, és ez ad reményt arra, hogy ez egy olyan kezdeményezés, aminek lesz folytatása. Ti a jövő évadban milyen bemutatókra készültök, Kolibri Színház? Lesz egy nagyon érdekes Lagerlöf mese, mert nálunk nagyon fontos a mese megújítása, a mese színházé. Aztán lesz egy következő ifjúsági színházi darab, ami a harmadik első helyezettje volt ennek a pályázatnak. Egy fiatal szerzőnő, aki még egyetemre jár Marosvásárhelyen, annak a darabját fogjuk bemutatni, egy osztrák szerzővel összekapcsolva, nagyon érdekes lesz, remélem az is. És hát tavasszal lesz egy nagyon szép német mese, amit a Kuti Ági rendez a Kolibri fészekben. Ezek a biztos pontok. Egyébként hát a repertoárt játsszuk, ami hát elképesztően nagy, tehát majdnem 33 előadást játszunk a három helyszínen, de ősszel rögtön egy japán turnéval indítunk, holnap után utazunk egy német turnéra, tehát folyamatosan a nemzetközi kötelezettségeinket is, amit mindenféle együttműködésekből fakadnak, igyekszünk magas színvonalon teljesíteni. Tehát színes és szép a jövő. Azért még nekem pályázni kell az igazgatói székért őszig, úgyhogy az is egy program. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A nézőknek meg, hogyha van idejük és kedvük, akkor ajánljuk, hogy menjenek fel Budapestre, és nézzék meg a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház műsorait. Köszönöm az ajánlatot. Köszönöm. Ma délután 3 órakor kerül sor arra az emlékülésre, ahol Tolnai Klárira emlékeznek pályatársai, barátai, kollégái. Egyikük Lukács Sándor, de a művész úr nem csak ezért van itt Pécsen, azért is itt van, mert június 13-án a Víg Színház társulatával fellép itt az Álomkommandó című előadással. Tolnai Klári, neked hogy van meg? Hát egy tüneményként van meg. Ugye nem voltunk egy színháznál, hisz Klárika a Madács Színháznak volt oszlopos, kiemelkedő tagja. Én pedig ugye hát most már 43. éve a Vígnél voltunk, de egy televíziós játékban összehozott minket a sors, és rádióban többször is, több hangjátékban is szerepeltünk. És nagyon megkedvelt, és olyannyira, hogy még a belvárosi Fehér György utcai lakására is meghívott, szöveget összemondtuk, és csinált kávét, kis süteményt, tehát voltam fönt, nagyon jót beszélgettünk, és az a megtiszteltetés ért, hogy pertuba lehettem vele, fölajánlotta, hogy legyünk pertuba, úgyhogy hát ez egy óriási dolog volt, hogy Tolnai Klári van én. Ugye akkor még igencsak pályakezdő színész voltam. Nem, hát a lényéből sugárzott valami eredendő, vele született intelligencia, és amellett művelt nő is volt a Klári. Tehát az olvasmány élményei, a tapasztalat, a bölcsessége, ez úgy minden együtt olyan harmonizált nála. A kedvessége, a nő, a bölcsessége, az intelligenciája úgy együtt volt.
természetesen, hogy tudott éles is lenni, és tudott szarkasztikus is lenni, humora is volt, de ezt is mindig humorral csinálta. Tehát végül is el tudta az élét, a bántó élét venni, hogyha tett egy megjegyzést. Szóval egy egészen különleges teremtés volt, és tényleg hálát adok a jó Istennek, hogy személyes kapcsolatban lehettem vele. Most pedig külön öröm, hogy egy olyan érdekességet fogok bemutatni, felolvasni Márai Sándornak a titokban álnév, egy kínai költő álneve alatt hozzáírt szerelmes verseit. A Vígszínház előadása Sütő András művéből készült. Ez egy nagyon erős és nagyon, tehát hogy a nézőtéren úgy, tehát hogy nem nagyon lehet levegőt venni az előadás végére, mert annyira szíven üt az egész téma. A dolognak van egy érdekessége, ugye te most Dr. Adlert alakítod, igen. De te már játszottál ebben a darabban. Hogyne, hát most 80-as évek végén, 80 vagy közepén mutattuk be Gyulán, Sík Ferenc rendezésében, és akkor Dr. M-et játszottam benne, és az egy nagyon erős előadás volt az is. Én állítom, hogy a Sík Ferinek az egyik legnagyszerűbb rendezése volt, és utána a Vígszínház meg is vette az előadást, tehát a gyulai 10 előadás után legalább másfél-két szezonon keresztül játszottuk a Vígbe. A mostani előadásban, ahogy említetted, Dr. Adler szerepét játszom. Abban az a régiben Gál Filaci kollégám játszotta a Dr. Adlert. Hát ez is érdekes, hogy ennyi év távlatából az ember találkozik újra ugyanazzal a darabbal, ugyanazzal a szerzővel. Nagyon szeretem Dr. Adler szerepét is, és izgalommal várom a holnap esti bemutatót. Szász János rendezése milyen? Nagyszerű volt a Jánossal dolgozni. Ő ugye filmrendező létére már többször is kipróbálta magát színházi rendezőként is. Rendkívül intenzív, kreatív, másfél-két hónapot próbáltunk. Mondhatom, hogy egy hangos szó nem volt, tehát abszolút emberi hangon, egyetértésben volt a stábbal, a csapattal, együtt voltunk, és hát tényleg ezt a rendkívül nehéz összetett darabot, ha lehet ezt mondani, jó hangulatban csináltuk, nagyon-nagyon jó próba hangulat volt. Ami hát remélem meg is fog látszani az eredményt. Reméljük, a fesztivál utolsó versenyprogramjaként láthatják majd a nézők, június 13-án este az Álomkommandót. Nem tudom, van-e még jegy? Ha igen, akkor vásároljanak és nézzék meg a Vígszínház előadásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmüket, találkozunk holnap.